Szevasztok, ismét SGT Pista vagyok, bár minden videóban én leszek, akármilyen meglepő. Uh, ahogy mondtam, csinál a karakter uh, bemutatót, uh, bildekről, és a következőt az Alinát kérték, a jó tippelem, ő az, varázsló asszonyság. Jó, uh, kezdjük a skillekkel. Bár nem hiszem, hogy itt bárméket be kellene mutatni, vagy le kellene fordítani, ha igen, akkor majd megteszem. Megyünk szépen az Achievement Gear Library-hez. Set. Alina. Na. Három set van itt is, mint mindenhol máshol. Az első, ez a kimondhatatlan nevű set. Ez amit ad, Lustrous. Ez amit az, azt mondja, megnélveli az extra sebzésedet 7 és 8 százalék között 20 másodpercre 60 Másodperc a visszatöltési ideje. Ez egy aktív skill, ugye ezt ötödik skillként tudod használni a négy skill-nél. Mellett. Kettes szed bónusz esetén az ice rain dimage. És ice rain, ice rain. Erre megy az egész build, úgyhogy gyorsan meg is nézzük és le is fordítjuk, mi az az ice rain. Persze meg kell keresni, meg is van, nagyon jó. Ki tud választani, hogy nyomba tartod a gombot, hogy hova akarod küldeni ezt a jégesőt. Ennek annyi dolga van, 6 másodpercig folyamatosan zúdul a jég a területre, és másodpercenként sebez. Ez, a, ide is van írva, Gear Match, ez a Lustros szettel kompatibilis, és még mellé ajánlják az adott skilleket, vagy az alábbi skilleket, Flash, Ice Mist uh, és a freezing Bullet. Jó, itt van a sebzése, Energy G Cost 20, és a visszatöltése 10 másodperc. Na, most hogy tudjuk, hogy mit csinál ez a skill, majd nézzük, hogy a set, mit ad ehhez a skillhez hozzá Alina. Szóval, ez megcsinál a kis karikát, zúdul a égeső. Másodpercenként okoz sebzést. Ha megvan a kettes szed bónusz, az egy másodperc lecsökken 0,8 másodpercre, szóval 8 tized másodpercenként okozza a sebzést, és a körnek, aminek a területén belül okozza ezt a sebzést, ez 3,65 méterről megnövekszik 6,5 méterre. Ha megvan a hármas szed bónusz, akkor a jégeső, vagyis az ice rain skill-nek a sebzésre lecsökken, ö, ö, vagyis a folyamatos sebzése 8 más tized másodpercjől lecsökken 0,3 tized másodpercre. Ez az 1 másodperchez képest elég durva különbség, ugyanis, hogyha kiszámoljuk, ez három több mint háromszoros sebzést jelent, hiszen eddig egy másodpercenként tolta a Dimidget, most pedig 0,3 másodpercenként. És a range-et megnöveli 6,5 méterről 12 másodpercre. Szóval a gyári 3,65-ről már 12 méterre növekszik a sugara ennek a körnek, ami négyszeres méretet jelent. A, szinte nem, ez nem sugár lesz, hanem átmérője. Jó, 12 méter átmérői. Illetve, ahogy elnyomtad ezt a skillt, a kör közepére rántja a mobokat, már aki túléli, és folyamatosan ugye kapják a damage-et 3 másodpercenként. Amikor elkasztolsz egy aktív skillt ezen kívül, ha az energiád az 50% felett van, akkor ennek a skillnek a sebzése 150%-kal növekszik. Pontosabban 150,369%-kal növekszik. Ha kevesebb, mint 50% az energiád, akkor 128%-kal növekszik a, skillnek, a skilleknek a, a sebzése. Szóval mindenképpen jó jársz. De ha több az energiád, akkor jobban. A negyedik szed bónuszra azt hogy ugye a Freezing bullet, ugye ezt az előbb olvastam és az egyik ajánlott skill, az ez volt. A Freezing Ballet az fagyasztott uh, lőszert jelent, szerintem. Uh, szóval fagyasztott lőszer... Nem... a ah, bocsánat! Gyorsan megnézzük, hogy mit ad ez a skill. Jó, mert ezt fejből nem tudom. A Freezing bullet kell keresni. Meg is van? Hát el kéne nem lottózni. Ez azt csinálja, hogy kilő négy uh, jég uh, mágikus uh, nyilat, mondjuk, e, uh, előre, minden másodpercben. The freezing bullet is hard to harness, and each boat we travel different. Jó, más irányba fog közlekedni, stb. Ezt igazából, akinek ilyen karaktere van, az ismeri, ismeri ezt a skill. A lényeg az, hogy ezzel lövöldözni lehet négy darab ilyen uh, jeges történetet. Na, visszajövünk. Set Alina. Szóval... Uh, szóval so a the freezing bullet nem robban föl, vagy kapja meg a piercing effektet, does not explode, vagyis a piercing effekt az azt, jelentene, azt jelentené, hogy jön egy mob, és amikor nem csapódik bele, hanem átmegy rajta, és mindenkit sebez ez mög mögötte, na de ez így nem így lesz, így az első mob mobba el fog akadni, szörnybe el fog akadni. Miután elkasztottad az Ice Rain-t, az Ice Mist, az egy másik skill nyilván, kuldánja uh, cool csökken egy visszatöltési ideje, csökken egy másodperccel. Amikor az Ice Rain hits an energy, eltalál egy energiát, when Ice Rain hits an energy. Uh -huh. Milyen energy? Azt mondja, hogy az ice ray, amikor eltalál egy energiát, akkor a saját extra damage-et megnöveli 7,2 vagy néha 7,3 kal 10 másodpercig, és ez 5x tekkel. Szóval 5 x 7 százalékot növel. Mi ez, hogy hiszen energy? Lehet, hogy köze van a skillhez. Megnézzük. Skill. Az ice mistet kellene megtalálnom. Ez a flash. Freezing Ballet. Rhyme. Ott awesome. van Ice Mist. Create an Ice Mist at the target location. Uh -huh. Hát most ezt így hírta, nem tudom, hogy milyen energiát kéne eltalálnia. Jó, és megnézzük, hogy milyen talentet ajánlanak hozzá. Autó, keresjük meg, azt mondja, Lustrous Ice Set Energy Mage második. Jó, szóval itt ez a jobb irányba, ezt a zöld ágat ehhez a buildhez. Oké, és nézzük meg a következő szettet. Ez pedig a Frostbite set. Van is belőle egy bicskám. Whole chili lézer, az van egy tippem, hogy ez egy lézer lesz. A holcsili abbocsánat, ah, van egy aktív skija, -e, megnöveli a skill-lata sebzést 9 és 10 között 20 másodpercig, 60 másodperces visszatöltési idővel. Szóval a Holcsili uh, lézer megnöveli a sebezést négy alkalommal per másodperc. Ez azt jelenti, hogy egy másodperc alatt négyszer sebez a skill, és a harmadik és az ötödik sebzés a 100%-ról megnövekszik 150-re és 200%-ra. Jó, szóval eddig 100%-os volt a sebzés, vagyis hát az alapot sebezte, de innentől közben minden a harmadik 150-et és 200%-ot fog sebezni. Hogyha megvárom három akkor a whole lézer ö, megnövekedik a sebzése... 4-re ismét másodpercenként, oké, okay. a sebzés bónusz 200%, a távolságát megnöveli 2 méterről 3 méterre, és frostbite markot fog adni. Amikor megkapod ezt a márkot, ezt a jelet, jelölést, akkor az aktív skill sebzésed megnövekszik 146%-kal. Maximum négy márk lehet rajta, szóval négyszer 146% sebzést lehet összeszadni vele. Uh az lényegtelen. Csili lézer uh, nem szükséges, hogy töltődjön folyamatosan. Négy uh, lézert fog egyszerre létrehozni, cool down, from, a visszatöltés idő csökken 0,5 másodpercről 2 másodpercről. Ja igen, szóval nem 0,5-öt csökkent, hanem 2 másodpercről. Amikor megkapod a 4 Frostbite Markot, és elkasztolod az Ice rain az Ice Blockade-et, uh, az Ice Colossus, vagy a glacier az megnöveli a skill sebzését 107%-kal, és 12 másodpercig fog tartani ez a bónusz. Pluszba még kapsz, again, uh, Frostbite Laser státus, uh, kapsz egy olyat, hogy Frostbite Laser státusz, ami chili lézer, csökkenti a Chili lézer. Uh, visszatöltés idejét két másodpercről 0,5 másodpercre, és 2,6 másodpercig tart. Amikor a cooldown véget ér, minden Frostbite Mark lejön rólad, mármint leszedi. Lejön ez a bónusz, az a négyszer, száz, nem tudom mennyi volt, száz, itt van, 46 bónusz. Jó, ez volt a Frostbite set, ehhez talentbe ajánlott használni Auto, ad, kikeressük, bár szerintem, ha eddig videókat megnéztétek, tudjátok, hogy kell ezt csinálni. Jó, az, a Frostbite azt a legelső adja, a Frost Mage adja. Jó. Jaj. Szóval az a bal oldali, az az ö, rózsaszín történet. Jó. És megnézzük a harmadik szettet is. Alinának ez pedig a Frost Snow. Itt a fegyver megnöveli a skill-atakot szintén 9-10%-ig, 20 másodpercig, 60 másodperces visszatöltési időben. Az Ice Colossus skill, és hogy végignézem, itt mindegyik az Ice Colossus skill beszél. Megnézzük, hogy mi az skill. Nem. Persze, az utolsó lesz Ice Colossus. Uh, á, az is Summon Skill, ez egy jég kolossust idéz meg, és területi sebzést csinál, illetve beagrózza, betauntolja az ellenségeket. Szóval ezt a dögöt fogják majd ütni az ellenséges szörnyek. No, itt vannak egyéb információk, ugye a Frostnose nette kompatibilis, illetve az Ice Bird és az Ice Elf. Uh, érdemes használni. Gondolom ezzel is ugye megidézhet jég, elfeket és jég madarakat. A submonnak a sebzése kb. 500% az élete, az 518% a te életedhez képest. 25 energiába kerül, és 20 másodperc a visszatöltési ideje. Megnézik, hogy ez, ez egy nagyon érdekesnek tűnik, most félrejöntem, ez a bill, hogy ehhez mit, milyen szett jár. Frosno. Szóval, az Ice Colossus skillnek a kuldánya lecsökken 20 másodperccel, 4 másodperccel, hát azért elég erős buffez, és felrobban 1 másodperccel a szummonolás után. Ez a sebzés 315%-kal növekszik, és a skillnek a szintje és 12,46%-os sebzés, még pluszba 315%-hoz. Ha megvan a három set bónusz, akkor egyszerre két ice gólemet tudsz, bocsát ice jég tudsz egy időben megidézni. A sebzés minden subbonodnak az aktív skijeinek a sebzése növekszik 146 kal Ha megvan a négy darab a szedből, akkor az első alkalommal, amikor megidézed ezt a jég kolossust, a idéző, vagyis a sumo skill sebzésed növekszik 107 kal és visszatölti az életedet a maximum életednek a 20 ával minden másodpercben, és ez 5 másodpercig tart. Hát ez nem kell nagy matek, hogyha másodpercenként 20%-ot tölt vissza, és 5 másodpercig tölt, az azt jelenti, hogy a teljes életed erődet tölti vissza. De hogyha van százer életed, az azt jelenti, hogy 100 fog visszatölteni. A jég kolosszusnak a visszatöltés ideje a 4 másodpercről lecsökkentették 2 másodpercről, ugye a gyári 20-ról, azért ez nem gyenge. Szóval ez konkrétan ezzel fog sebezni, hogy megidézgeted őket, ezek a szarok meg felrobbannak. Amikor ezt megidézed, akkor leveszi az Ice F-nek, vagyis a Jég F-nek a visszatöltési idejét. Szóval még a Jég f is folyamatosan tudod idézgetni. Jó, ehhez megnézzük, milyen talentet talált, de hát nem kell hozzá nagy ész, ugye a harmadikat fogja ajánlani, majd eddig ugye kettőt néztünk, ebből a harmadikat fogja, az pedig a Frost Snow lesz. Jó, Hát itt nem írja, hogy a Frostnose sethez ajánlaná, ilyet még nem is láttam. Azt írja ez a harmadik, Ice Crystal Master, hogy ez a normál atakra ad bónuszt, és az Ice Pillára. Uh -huh. Hát uh, itt az a kérdés, itt már lehet azért variálni, hogy melyiket fogod használni. Ugye az egyik az a az extra damage -e tolt, a másik a skill damage -e, a harmadik pedig ugye a normál atakra. hogy lényegében, hogyha csak idézgetni akarsz és normál támadni, akkor az Ice Crystal Master a neked való talent, ha jól értelmezem. Jó, ennyi lett volna Alinával kapcsolatban. Ezeket a szetteket működés közben nem tudom bemutatni, mivel nincsenek meg, de remélem, hogy a lefordításukkal és az elmagyarázásukkal el tudjátok képzelni, hogy hogyan működnek ezek. Jó, a következő karakterekről is lesz a napokban videó, vagyis hát a másodikán vagy harmadikán elkészítem őket is. Várom azért a visszajelzéseket, hogy jók-e a videók, van-e értelme koptatni itt a számot a fordítgatásokkal. Illetve hogyha tetszett a videó, lájkoljátok be, még nem mondtam egyik videó alatt se, de annyi Azért időt elvesz nekem ez az egész, hogy ö, nem lenne rossz, azért lenne egy kis visszajelzés, feliratkozása, lájka, like akármivel. Jó, a videó végén található gomba, akár fel is tudtok iratkozni, tudjátok lájkolni. Like ez egy nagy motiváció lenne nekem, hogy folytassam, mert amúgy én angol videókat szeretnék majd készíteni. De tudom, hogy a magyar nyelven semmi sem jelenik meg, ugye? és ebbe próbálok segíteni a fiataloknak, illetve akik nem angolul tanulnak, vagy nem tudnak angolul. Jó, szóval, hogyha tetszett a videó, és szeretném még több tartalmat látni, akkor iratkozzatok fel. Találkozunk a következő videóban. Szevasztok!